Jó reggelt! Jó reggelt, uram! Jó reggelt! Jó reggelt, Mr. K. Mrs. K. Hogy tetszik London? Mindig örömmel jövünk. Ó, ne tévessze meg a közönyössége. Itt minden reggel úgy ébred, mint egy kisfiú, aki új játékot kap. Igen, és kirángatott ki tegnap este a Towerhez, mert kivilágítva szebb. Szerintem száraz időben még szebb. Nos, ötös címletekben kérném, de ahogy Suzy költ, szerintem egy órán belül újra jövünk vissza. Rendben. Ó, és ha lehet, Mr. K. dedikálná? A fiamnak lesz nagy rajongója. Hogyne. Bár én inkább a klasszikusok felé hajlok. Szíve joga, de nehogy átnevelje a fiát, mert a végén nem lesz több pénz a számlámon a neve. Elek. Eleknek. Stan K. Cseréljünk. Köszönöm. És most, Mrs. K. Gyere! Félre! Töltsd meg! Segíts neki! Thriller. Gyilkos hang. Minden rendben? Tökéletesen. És az akusztika, hogy tetszik? Csodálatos. Régóta nem hallottam ilyen tisztán a hangokat. Egy elejtett tűt is meghallanék. Úgy építették ezt a házat, hogy a társalgóban mindenki biztosan hallja a másikat. Remélem csak addig, amíg el nem kezdek játszani. Ez önnek sohasem okozott gondot, Mr. K. Látja, ezt szeretem az ügynökeimben. Rajongója vagyok. Már nagyon régóta kedvelem. Amikor megtudtam, hogy érkezik, szinte megfenyegettem Tedet, hogy én koordinálhassam a turnét. És nagyon ügyes az ön Miss Gordonja. A lányom Claudia és ő végig azon izgultak, hogy eljön-e. Elmondta, mibe került a maga meghívása a kislányom esküvőjére? Én csak az utolsó vagyok a sorban, Sir Peter, ezt talán megértheti. Figyelje, Mr. K., a borpiasz nagyon pang mostanság. Az egész pincén fel is tele van méregdrága borokkal, amit kevesen engedhetnek meg maguknak. Nem bánná, ha borral fizetnék, ugye? Épp ellenkezőleg. Nem nagyon kedvelik a borkereskedőket. Azt gondolják, hogy túl jó dolgunk van. Nos, akkor Miss Gordon kezeire bízom. Hová szeretne menni? A kandallónál tökéletes lenne. Erre. Kedves, köszönöm. Köszönöm. Furcsa lehetett visszatérni az országba. Olvastam róla. Mindent elolvastam önről. A feleségét megölték, ön megvakult. Nem tudom, honnan merít ennyi energiát. Édes Tova, 10 éve történt már. Hozzászokik az ember. Sosem fogták el őket, ugye? Nem, soha. Ó, bocsásson meg, sajnálom. Nem. Szerencsére ehhez a szakmához nincs is szükség látásra. Nehezebb volt megtanulni Suzy nélkül élni, de sikerült.
Kedves hölgy, megtenné, hogy elkísér átöltözni? Hamarosan kezdek. Hogyne. És a nevem Julie. Értem. Nagyon örülök önnek, Julie. Itt egy lépcső jön. Aha. Parancsoljon. Köszönöm. Parancsoljon, kérem. Erre tessék, fáradjanak be. És még mindig jó ötletnek tartod, hogy elveszed a lányom Robert, ha? Természetesen, még mindig, uram. Most jönnek csak az izgalmak. Ne beszélj csak kisárukkal, tégölj le, Claudia. Claudia, tessék ez esetet. Köszönöm. Egészségedre. Választhatod volna rosszabbat is? De jobbat is. Hozzád is mehetett volna James, ugye? És így minden örökség a versenyautóidba vándorolt volna, onnan meg ki a kipufogókon. Inkább maradj a bankrablásoknál, vagy akár minél, amiből ennyi pénzed. Tudom, hogyan is reménykedett, amikor részt vásárolt a cégből Sir Petertől. Fogadok, hogy igazából a lányát akartam. Amikor bevásároltam magam, még csak 12 éves volt. Egyáltalán mivel fizetett? Soha nem volt egy lyukas garasa sem. Megfelelő pillanat kérdése. Mindig ugrásra készen kell állni, ugye, Ellen? Mint az első hulladékos üzletednél. Hogy hoztad össze? Ó, szerencsére. Szerencsére. Hát, ott jön a legenda. És milyen bátor, hogy teljesen egyedül jött Amerikából. Ó, van egy férfi, aki mindig vele utazik, de azt hiszem megbetegedett, és ezért a városban kellett maradnia, sajnos. Ez a gyönyörű, szép lány segít neki most mindenben. Szerencsés nő, olyan aranyos. Én sem bánnám, ha rám bízták volna őt. Ó. Sir Peter igen leleményes ember. Ezért van annyira jóban a leendőveivel is. Sir Peter leleményes? Nem örökölte a vagyonát? Badarságokat beszélsz. Egy kis bolttal kezdte. Úgy 10 évvel ezelőtt rájött, hogy jó üzlet lesz a bor. Szerzett alaptőkét, és elkezdett terjeszkedni. Nézd, meddig jutott. Robert Carroll is ilyen. Üstökösként a semmiből. Az én ötletem volt, minden lemeze meg. Most szerintem csodálatos ötlet volt. Megbocsátana nekünk. Természetesen. Menjünk. Köszönjük, hogy köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. A felesége hogy van? Á, üdvözlöm. Az biztos, hogy nagyon jó képű. Kicsoda? Robert Carroll, Claudia vőlegénye. Ó, a csoda fiú. Miért hívják így? Nem tudja. Hölgyeim és uraim. Hölgyeim és uraim. Hölgyeim és uraim. Figyelmet kérek, akire annyira vártunk, Mr. Stan Kay. Miért hívják csodafiúnak Robert Carrollt? 10 évvel ezelőtt csak egy egyszerű broker volt, azután egy ismeretlen rokona ráhagyta az egész vagyonát. Most ő az egyik legjobb broker a városban. Tehát nem csak szerencsés, hanem ügyes is. Pénzzel és szerencsével nem nehéz, csak egy nagy szép kell otthonra. Itt valaki féltékeny. Volt az első nagy üzlet. John barátom, ez egy parti. Hagyja az üzletet máskorra.
beleszakadtunk volna az üzletbe. Minden rendben? Igen, persze, én... Nem úgy tűnik, remegsz. Csak haragszom magamra, amiért elrontottam egy részt. Stan, valami baj van? Talán, ki volt az? Ki? Valaki beszélt a szoba végében, ki volt az, láttad őt? Csak egy bolond, aki iszákosnak nevezett. Nem, ő valahol a jobb kezem felől állt, ugye? Igen. De ez előtte volt, korábban, csak egy pillanatra hallottam, és nem értettem. Számít az? Nem, talán nem. Lehet, hogy csak képzelődtem. Biztos, hogy semmi baj? Semmi, amin egy ital ne segíthetne. Pesgőt? Inkább viszkit. Rendben. Mi történt? Képzelődtem. Nem tudom. Félrehallottam. Hagyjuk. Itt vagyok. Én sajnálom, hogy megzavartak. Mi alatt játszottál? Legközelebb jobban odafigyelek a csöndre. Ne, ha egy zenész jól játszik, figyelnek rá. Ha nem, akkor az a zenész hibája lehet. Nos, bármit is hallottál, én semmit. Hiszen mondtam már, trükkös hallásom van, egy gombos tűt is meghallanék. És az akusztika is nagyon-nagyon jó, talán túlságosan is. Az a hang, mintha mindenfelől jött volna, én nem is tudom. Hé, csak a képzelet, emlékszel? Igen. Kérem. De miért annyira fontos? Mondtam, hogy nem az. Mondtam. Tessék. De meg ne lássa a házigazda, hogy viszkizel. Borban utazik, emlékszel? A végén még megharagszik. Igaz. Végül is igaz. Jó üzlet volt. Stan! Mi az? Csendet! Igen, de nem eléggé. Ez... Hol van? Látod őt? Kicsodát? A férfit, aki most beszélt. Stan, itt mindenki beszél. Kire gondolsz pontosan? Ott van, arra van. Igen. Mr. K, fantasztikus volt, tudja? Mindig gondoltam, hogy az, de most már tudom. Stan, ő Miss Hastings. Ez az ő partia. Igen. Köszönöm, Miss Hastings. Csodálatos parti, gratulálok. Nagyon köszönöm. Nem gondoltam volna, hogy eljön. Később játszik még nekünk. Persze, ugye? Hogy ne. Mi az? Ne! Már nem hallom, eltűnt. Mégis kit akarsz hallani? Nem akartam. Stan, elmondanád végre, mi a baj? Jól van. De ne itt, keressünk egy csöndesebb helyet. Persze, gyere. Bocsánat. Elfelejtettem. Diszkó is van a pop kedvelőjének. Csodálatos, annyira köszönöm. Elragadó. Egész este tudnám hallgatni, Mr. K. Nagyon kedves. Mr. K, kaphatni egy autogramot, kérem. Egy picit később. Olyan kedves. Gyere.
Itt egy kanapé, ülj le. Nos, mesélj. Szóval tudod, hogy mi történt, bár 10 év hosszú idő. Igen. De vannak dolgok, amelyeket nem felejtek el. A gyilkos hangja. A gyilkosé? Igen. Hallottam beszélni, azt mondta, félre, töltsd meg, segíts neki, de Suzy nem állt félre, rossz helyen volt. Bár maszk volt rajta, és itt szinte felismerhetetlen volt, de nagyon jó hallásom van a zenének köszönhetően, ezért egy tömött stadionban is felismerném őt, az biztos. És ma este újra hallottam a hangját. Az ember, aki megölte a feleségemet, és megvakított, az itt van. Az nem lehet. Miért nem? Azért, mert... A házigazda nem ismerhet ilyeneket? Igen. Nézd, egy férfi néhány hónapja kirabolt egy bankot, ha jól emlékszem, egy nagy háza volt errefelé. Jó, hát vannak kivétel... A bűnözőket már nem lehet felismerni a külsejükről, talán jó útra tért és befejezte, talán annyit keresett, hogy egy életre elég. De mindezt egy hangra alapozni, amit 10 éve hallottál, nem lehet, hogy tévedsz? Nem. És milyen volt ez a hang? Nos, semmi különleges, illetve te ezt nem értheted, mert számomra egyedi. Én másként hallom a fekvését, a regiszterét. Honnan tudod, hogy én nem hallom? Talán így van, de szerintem nem hallhatod. Hanglejtés kérdése, a rezgése, a vibráció. Nézd, nem is tudom, mit mondod, csak a struktúráját hallottam, a hangok formáját hallottam. De ha nem tudod leírni... Ssss! Mi van? Valaki van az ajtónál. Több százan vannak. Ez nem mozog. Hallgatózik. Megmozdult. Mit keresnek itt? Nem tudtam, hogy ide nem szabad bejönni. Amúgy meg nem a maga dolga. Dehogy nem. Ki maga? Ben Templin, biztonsági őr. Sok itt az értékes dolog. Azok a képek például. Nekem nem tetszenek, de elég drágák. Ne, épp most akartuk kivágni őket a keretekből. Mi? És aztán pedig kimásztunk volna az ablakon. Csak viccel. Pontosan viccelek. Maga egyszerűen goromba. Magának tudnia kellene, kicsoda Mr. Kay. Kay? Ó, a műsoros. Na ide figyeljen. Hagy csak, Julie, ezt bóknak vettem. Műsoros. Csak a munkámat végzem. Igen, rosszul. Julie, ne bosszantsd magad, hiszen Mr. Templin éppen bocsánatot akart kérni. Ugye, Mr. Templin? Igen. Bocsánat, kissé túlreagáltam. Sok drága holmi van itt. Menjünk. Hagyjuk, hadd számolja meg az ezüstöt. Rendben. Ezt igazán nem gondoltam volna rólad. Csak mérges lettem. Sajnálom. Sose sajnáld. Az indulat mindig szenvedélyre utal. Igen. Játszanál? Nem. Nem lehet, hogy mégiscsak képzelődtél? Először én is ezt gondoltam, de aztán újra hallottam. Figyelj, megnézhetném a vendéglistát. Julie, nem tudom a nevét, csak a hangját ismerem, semmi többet nem tudok. Akkor mihez kezdjünk? Nézd, segítened kell. Rendben. Kérlek, vezess körbe a helyiségben. Én meg hallgatózom. Jól van. Megállt pont a vízparton, és a feje fölött a vízbe dobott. Kedvesem, itt szinte mindenki nagyon okos. Sosem voltam még ilyen rendkívüli társaságban. Csoda a kezében van, ez rögtön felismerhető. A fiam is nagyon tehetséges zongoraművész.
Azt kell mondanom, nagy szerencséje van Klódiával. Volt néhány furcsa ismerőse. Nos, úgy gondolom, mindannyian kitomboltuk magunkat annó. Néha meg sem tudom különböztetni a játékukat egymástól, annyira hasonló. És hány éves? 8. De már majdnem 2 éve tanulja. Megbocsátaná nekünk? Ha, talán bocsánat, elnézést. Mr. Kay, játszon nekünk valamit, kérem! Ne haragudjon, most inkább! Mr. Kay, ne keserítsen el! Mondtam, hogy nem. Julie, kérlek, kísérj ki. Megígérte, hogy később játszani fog. Hát... Vége az első résznek. Második rész. Ne haragudj rám, Julie. Stan, nem lehet, hogy tévedsz. Tudom, hogy mit hallottam, ne kezelj úgy, mint egy gyereket. Bocs, nem akartam. Innék még egyet. Már ittál 2. Jól van, még egyet. Gyere. Várj meg itt. Elveszítetted a fogadást a Szent Emilióra, most kóstoltam meg. Mindig megelőzöl. Ne aggódj, amint leraktam Nancy kabátját, csatlakozom. Oh, Mr. Kay. Valami gond van? Kedvesem. Bocsánat, Ludo, hol van Ludo? Ludo, az egy játék. Nem, egy ember, itt volt. Vak és részek. Mr. Kay, segíthettek? Mr. Kay, mi történt? Julie. Miss Gordon! Miss Gordon! Julie! Stan! Stan! Mi van? A lépcsőn. Ki van a lépcsőn? Nincs ott senki. Nincs ott senki. De ott volt, hallottam. Kezded elveszíteni a népszerűséget. De... Higgadj le! Hallottam, tisztán. Stan, én hiszek neked. De már nincs ott. Tudod, hogy merre ment? Nem. Eljött melletted? Nem hiszem. Csak a lépcsőn hallottam, emberek jöttek le, föl. Talán felment. Talán... Mindegy. Úgysem a te gondod. Iszákos. Értem. Gyere! Itt a lépcső. Lépcső. Itt 4 ajtó van. Uh-huh. Ez a te szobád. Nézd meg! Teljesen üres. Ez a fürdő, és ez is üres. Hálószoba? Tele kabátokkal. Nancy kabátja. Mi? Ludo, akihez beszélt, azt mondta, hogy lerakja Nancy kabátját. Keressük meg! Ide! Ah, ez a mi szoba... Az? Ahogy láthatod, ez... Stan, tele van az ágy kabátokkal. Hol az ágy? Itt. Nancy kabátja.
A tetején lesz. Megtalálom Nancy-t, Ludót és akit keresek. Talán hagyott a zsebében valamit, amin a neve rajta van. Stan! Segíts! Julie, mi ez? Egy jegyzet, pénztárca, mi? Julie! Stan, van itt valaki. Így igaz. Na? A műsoros. Érdekesen szórakoztat. Figyeljen, tudom, hogy furcsa. Nagyon is. Kutatgatni a zsebekben. Ne hamarkodja el. Jó, igen. Csak mert nem ismeri a részleteket. Akkor kezdhet mesélni. Elég volt, megkeresem Sir Peter-t. Maradnak, amíg el nem mondják. Nos? Rendben. Majdnem 10 éve történt egy bankrablás. És ennyi. Itt van, hallottam őt. Badarság, 10 év után felismeri. Maga elhiszi? Igen. Nem, talán szeretné elhinni, amit mondok, de igazából... Lényeg az, hogy aki megölte a feleségemet, itt van a házban. És miket mondott ez az ember? Azt mondta, Ludo, elvesztetted a fogadást a Szent Emilióra, most kóstoltam meg. Csak meg kell találni Ludót. És megkérdezni, ki mondta neki ezt? Nem azt mondom, hogy nem hiszek magának. Hallott már cifrábbakat is? Talán. Megmondom, mit teszünk. Vannak rendőrbarátaim. Érdeklődöm a rablásról. És ha igazunk van? Akkor megkeresem Ludót. Nem győztek meg. Csak utána kérdezek. Julie, hogy nézett ki az arca? A biztonsági szkeptikus volt, nevetett? Akar nekünk segíteni? Szerintem azt teszi, amit mondott. Na, most gyere, menjünk vissza. Stan, ne mesélj senkinek a hangról. Hát, ha bezárnak. Nem így értettem. Akkor hogy? Mert ha igaz. Tudtam, hogy szeretnél hinni nekem, de nem megy. Azt akartam mondani, hogy ha igaz, minél kevesebben tudják, annál jobb. Mert ha ő is megtudja, veszélyben leszel, nem? Add a kezed. Tudod, azt hittem, hogy 10 év alatt hozzászoktam, de talán most először kívánok igazán lehetetlent. A látásomat. Ha ez valóban egy parti, akkor találhatnál nekem egy kis pezsgőt. Persze, gyere. Bárhogy is van, örülök Robert sikerének, ahogy előtört a semmiből. Ennek biztosan több oka van. Egy-két éve ugyan kiismerte Robert Carrollt, most meg hirtelen ő a csodafiú. Így megy ez manapság, berobbannak. Nem mellékesen... Bocsánat, igen? Használhatnám a telefont, magánügy. A dolgozószobában van. Ó, nagyon köszönöm. Valami baj van? Semmi különleges, uram. Ó, hol is tartottam? Értem. Szóval igazat mondott a bankrablásról. Ludo! Hé, Ludo! George, visszahívlak. Csupán ízlelés kérdése. A nüanszi különbségek, ha nem hozzáértőknek, semmit nem jelentenek. De az ínyencek ebben lelik örömüket. Szabad beszélni?
Vagy hallgatózol? Ülj le, Julie. Mesélj a vágyaidról. Vágyak? Tessék. Ó, köszönöm. Hát, boldog élet, férj, gyerekek. De leginkább az, hogy tévedsz a hanggal kapcsolatban. Ez szomorú. Mármint a hiába való remény az, nem? De a férj és a gyerek még sikerülhet. Hadd áruljam el, hogy mitől félek. Sok embert ismerek odalentről. Csak nehogy az egyikük legyen. Ludo? A jó öreg Ludovic Bates. Miért? Nem fogadott vele valami borban? Szent Emilio talán? Nem. Ki lehetett? Halvány lila gőzöm sincs. Nézze, mi ez az egész? Nagyon fontos. Beszédem van vele. Hol van? Nos, nemrég még itt volt, amikor hívtam. Nem tudom, hová lett. Most már tudom. Kövessen. Kellemes, puha, művész kezek. Zenész. Folytassa, Mr. Holmes. Nos, az akcentusod nem ver át, talán fele-fele európai anya. Apa? Igen, biztosan sokat utazott. Gondolkozzunk, túl fiatal a háborúhoz, tehát valamilyen tengerész? Az volt. Már meghalt. De a mama él, és 20 évet letagadhatna. Anya lánya, ugye? Na jó, utána kérdeztem a főnököttől, és azt mondta, hogy te egy csodálatos fiatal hölgy vagy. Mi folyik odalent? Most kezdik élvezni a partit. Látott Templint? Nem. Hol van? Mr. Bates! Tudtam, hogy bent találjuk őket. Általában éjfél felé kezdik el dobálni a poharakat. Most alaposan át kell kutatnia a boros pincét. Most én jövök, ne. Te is megkapod. Nehogy megpróbáld. Mr. Bates! Biztonságiak egy szóra! Itt van? Ki lehet az? Nem érdekel, ne figyelj oda. Mr. Bates! A borral kapcsolatban a fogadás! Mr. Bates, itt van?
közeledik. Kitartó bárki is az. Szóljunk neki. Kizártalak. Mr. Bates! Mr. Bates, van a... Itt van, látni akarta. Ez az üveg 3000 fontba került a bor aukción. 3000? Egyetlen üveg borért? Ez nem csak egy üveg bor, ez befektetés. 150 éves burgundi, képzelje. Viktória még nem királynő. És marad is bontatlan. Az biztos. Miért is ne? Gyerünk, Peter, bontsuk ki és kóstoljuk meg. Nem. Vissza kell térnem a vendégekhez. Meg kell keresnem a lányomat és a vőlegényét. Egyáltalán hol van? Talán megszökött. Ne légy nevetséges. Robert, kedvesem, hol bujkáltál? Már mindenhol kerestelek téged. Bocsáss meg. Tudhattam volna, hogy apám borai közbóklászol odalán. Semmi ilyesmi. Ha tudni akarod, az öngyújtón beesett a radiátor mögé. Sokáig tartott megtalálni. De most gyere és beszélj Stankéjjel. Egész este egy szót sem váltottatok. Később, szívem, előtte beszélnem kell egy régi baráttal. Robi, kérlek! És ezért döntöttem el. Ne haragudj, hogy állandóan ezzel zaklatlak, de Templin régóta elment. Azt mondta, hogy csak egy telefon. Talán megtalálta? Hogy keresi? Kérlek. Rendben. Körülnézek. Ó, bocsánat. Mindjárt jövök. Valahol itt hagytam a cigarettámat. Tomban maradhatok. Ide tegyük le. Remélem, jól van. Egész este furcsán viselkedett. Kérem, távozzanak, minden rendben lesz. Folytassák a partit. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Miss Gordon, kész szerencse, hogy van egy doktorunk. Doktor Mace. Jól van? Még nem tudom. Nem várakoznak itt, kérem. Igen, kint megvárjuk. Jöjjön. Figyelem, kérem, folytassák a partit. Még játszani is most? Igen, minden rendben lesz. Jó kezekben van. Miss Gordon, jöjjön velem. Jó kezekben lesz. Mr. K. Mr. K. Mr. K. Mr. K. Kérem, távozzon, beteggel vagyok. Bocsásson meg.
Pihennie kell, Mr. K. Pihennie. Elesett. Pihennie kell egy keveset, Mr. K. Gyere velem. Miért? Gyere. Hova viszel engem? Gyere velem. Hé, hova viszel? Jó lesz, majd meglátod, gyere. Gyere. Oda. Gyere. Nem gyere, akarok oda menni, ott sötét van. Én gyere. Gyere. Várj, várj. Gyere csak. Edd meg, pici. Így nő. Kutyaharapás szőrivel? Ez jeges víz. Azt hiszem, jól van. Nincs agyrázkódása, bár kissé még zavart. Pihenje ki magát, Mr. K. Köszönöm. Köszönöm, doktor. Julie? Igen. Itt egy kis víz. Nem kérek, köszönöm. Hogy érzed magad? Jól. Stan. De tényleg, egyedül vagyunk? Igen. Julie, igazam volt. Igazam volt. Hallottam a hangot, de utána leütött valamivel. Nem veszed észre, hogy ez bizonyítja, miről is beszélek, hiszen megtámadott engem. Úgy, ahogy felismertem, ő is felismert engem. Kitervelte, hogy menjek utána a lépcsőn, beszélt, hogy felcsalogasson, hogy oda menjek, és csak ott állt és várt, mint egy vágóhídon. Hová mész? Még itt van. Nem tudhatod. Dehogy nem, most már tudom. Stan! Julie, ha igazam van, honnan tudja, hogy én tudom? Hiszen elmondta Templinnek. Ez igaz. Ott fent a szobában, igen, csönd volt, az ajtó előtt ott hallgatózott. De hát... Hallgass meg, ha hallotta, miért maradt itt, miért nem futott el? Azért, mert nem tud? Mert fontos ember, és észrevették volna. Itt ragad, Julie. Megyek és megkeresem. De hogy? Templin, mi van Templin? Fontos ez? Persze, hogy az. Templin is tudja. Úgy hagyta el a szobát, hogy félig hitt nekem, ezért ment telefonálni és megkeresni azt a Lüdót vagy kit. A gyilkos soha nem hagyná ezt. Úgy gondolod, hogy... Templint is ilyen baleset érheti. Várj, hová mész? Megkeresem Templint, utána kérdezek. De kitől? Kiben bízhatunk? Sir Peterben. Hallottad beszélni, nem ő az. A pincérekben és a személyzetben. Egy pincér kizárt, hogy fogadjon a vendégekkel. Igaz. Igazad van. Rendben. Vigyél magaddal, a hallásommal talán segíthetek. Jó, de maradj veszteg. Maradj itt. El nem mozdulj. Ludo, megígérted a következő táncot. Ludo! 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 Igen. Ő az enyém. Csak feltennék néhány kérdés. Én is. Ludo! Ludo! Ébredj, Ludo, gyerünk! Ludo! Ébresztő, ébredj már fel! Ludo! Mondtam, hogy az enyém. Azt hiszem, eljegyzett. Ludo! Hello! Fogadást kötöttél, emlékszel? Hoznál neki egy kis kávét? Én hoznék, de nem mozog a lábam. Oh.
Kedves Mr. Kay! Egész este próbáltam autogramot kérni öntől. Ó, persze. Á, Pelem, végre itt van. Kerestem magát. Hová tűnt el? Megiszom a profitot. Sir Peter. Ó, Mr. Kay, az kitart. Később találkozunk. Rendben. Ön hogy érzi magát? Én sajnálom a balesetet. Nem voltam részeg, Sir Peter. Észrevettem. De ezt hallotta? Nos, tudja, hogy van. Gyorsan terjed a pletyka. És Ludo is bedölt neki? Ludo? Igen, az egyik vendég. Nem ismerem. Az emberek felét nem ismerem. Claudia barátai tudja. Oh, ez biztosan nehézség a biztonságiaknak. Tapasztalt emberem van, a neve Templin. És nincs itt a közelben? Nem látom. Miért érdekli? Hát, tudja, csak egy kérdésem lett volna. Nos, mintha a borospince felé ment volna, de már vagy fél órája. Tudja, sokat hallottam a híres borospincéjéről. Esetleg megnézhetném én is? Nos... Igazán megkóstolnám az Emiliót. Ha maga is, akkor én is. Jöjjön! Nem akartam gondot okozni. Dehogy, ellenkezőleg. Már éppen kerestem az indokot, hogy lemehessek. Erre. Lépcső következik. Összesen 9. Tegye a vállamra a kezét. Ó, köszönöm. Azt hittem, hogy van pincemestere, egy eladó, aki segít ebben. Nos, van. Parkinsonnak hívják, de szerintem már lefeküdt aludni. Megárthatott neki a sok kóstolás. Nem tanultam meg, hogy a jó bor erősebb, mint a Yorkshire-i sör, amit amúgy iszik. Általában eljut a szobájáig, és beájul az ágyába. De van, hogy már a lépcsőn elalszik. Másnap felmond, de én elutasítom. Évek óta játsszuk már ezt. Érdekes figura lehet, találkoznék vele. Talán szerencsénk lesz, de képlem. Az ilyen partikon bárki lejöhet ide borkóstolásra. Ó, csak közeli barátok. És ma sokan jöttek le? Ajaj, vigyázzon. Azt hiszem, Ellen Richards volt. Jó az ízlése. Hiába milliómos. Erre. Vége a második résznek. Harmadik rész. Parkinson! Érdekes, hogy elnyelődik ide lent a hang. Igen, mert a falak letompítják. Erre is jó egy pince. Ilyenek voltak a békebeli rádióstúdiók is, így könnyen kordában tarthatták a hangokat. Parkinson! Parkinson! Igen, így, kicsit balra, így a lépcsőn lefelé, ez az, ez az. Cs! Bocsánat, azt hittem, van itt valaki. Ó, erre egyenesen. Tessék. Ez nem segít a Szent Emilion. Idd meg! Idd meg! Imádom a domináns nőket. Ludo. Attól félek, Parkinson sehol. Ó, a 69-es Chamberton. És a 66-os Szent Emilion. El kell ismernie, jó ízlése van. Ez micsoda a vendégkönyv? Nem, pincenapló. Borok neve. Szállító neve, évjárat, hol vettük, az ár, kommentárok és a többi. Kommentár? A vendégeink véleménye, érleljük-e még a bort, ilyesmi. Azt mondja, ha ma este valamelyik vendég kóstolt, akkor Parkinson beírta a nevüket, és hogy mit mondtak?
Az két dologtól függ. Az egyik mennyire volt lelkiismeretes, a másik mennyire volt részeg. Jó hírét hallottam a Szent Emiliónak. Írtak valami véleményt róla? Látszik, hogy itt már alig tudta tartani a tollat. Két barát kóstolta. John Pelham és James Townsend. Pelham szerint tökéletes, Townsend szerint ütős. Ön mit kóstolna? Ó, miért ne a Szent Emiliót, a nevezetes bort? Jó ötlet, kedvemre való. Azt írja, a lépcső mellett balra. Na maradjon itt, egy perc az egész. Rendben. Richards Pelham Townsend. Richards Pelham Townsend. Kiváló kávé. Te magad csináltad? Fogadtál valamilyen borban? Sokat fogadtam, kedves. Ha jobban... De gondolom, elmehetnénk vacsorázni. Csak vicc volt. Figyelj, ez most nagyon, nagyon fontos, érted? Nagyon, nagyon, nagyon fontos. Nem, ez egyel több nagyon. Ő azt mondta, nagyon, nagyon. De te azt, hogy nagyon, nagyon, nagyon. Nagyon. Majd kérlek, Istenem, Ludo. Ludo. Na, hol tartottunk? Fogadást kötöttél a Szent Emilióra. Tényleg kezdem én is elhinni. Kitől? Kivel, kedves, kivel? Igazán... Akkor kivel? Felejtettem. Koncentrálj, próbálj emlékezni. Kérlek. Itt vagyunk, én és a Szent Emilióm. Isten áldása mindenkire, aki issza. Főleg a nevemre a címke alján. Tudja, azon gondolkodtam, érdekes lenne összehasonlítani a véleményünket azokkal, akik kóstolták. Nos hát... Még nem is találkoztam velük. Igen, miért is nem? Ne. Adjunk neki egy kis oxigént, nem de? Kellemes illat. Kitöltjük. Gondolja, hogy tudná folytatni a töltést, Stan? Hogyne, azt gondolta, másként kezelném Kalifornia büszkeségét, mint ön. Kiváló, barátom, egyszerűen kiváló. Halló, én vagyok. Hogyan? Ó, értem, köszönöm. Bocsásson meg, de hívásom van az államokból odafent. Nem is értem, hogy miért pont ma. Olyan gyors leszek, amennyire csak lehet. Boldogul ide lent? Csak a borai miatt aggódjon, boldogulok. Csak tudjak ellenállni a kísértésnek. Hamarosan jövök. Olyan édes vagy. Bocsássanak meg. Gyere. Drágám. Kicsit mocskó. Csikulár. Nem bízol bennem. Ki az? Ki van itt? Ki az? Ah!
Templin. Foster, melyik vonalon van az amerikai hívás? Amerikai hívás? Ugye? Valaki a házi vonalon lecsörgött a pincébe, de a privát telefonon nincs hívásom. Talán a dolgozószobában? Nem tudok hívásról, uram. Megyek, utána nézek. Köszönöm. Stanky, a pincében vagyok. Itt egy halott ember. Segítsenek! Hall engem? Tisztán hallom. Tisztán. Állj! Egészségedre. Sean. Albert. Ellen. Peter. Ellen. Hát persze, hogy felejthettem el? Lóg egy tízessel. Milyen Ellen? Milyen Ellen? Ellen Richards. Látta Ellen Richardsot? Nem. Tudja, hogy merre van? Nem. Valószínűleg Sir Peterrel van, mert addig nem megy el, ameddig üzletet nem kötött vele. Üljön le, hozok valami italt. Ó, Mr. Kay. Milyen figyelemre méltó hallása van. Pontos és egyedi. Kereste? Megtalálta. Már tekintélyen van, Mr. Kay. Tisztelnek. Befolyásos barátok. Ezt nem ronthatja el. A hallásával sem.
Most nem segít magán. Mr. Pelem, látta Sir Peter? Nagyon fontos. Nem látta valahol? Nem, sajnos nem. Oh, azt hiszem, a dolgozó szobájában van. Oh. Értem, megkérdezte? Igen. Furcsállom, de azért köszönöm. Sir Peter, látta Ellen Richardsot? Mostanában nem. Emlékszik, mikor látta utoljára? Ezen a partin. Igen, Foster? Félreértés lehet, uram. Nincs nyoma hívásnak az államokból. Kár volt ott hagyni Stent. Remélem, a Szent Emilio még megvan. Hol hagyta Stent? Lent a pincében, éppen bort kóstoltunk. És egyedül van? Azt mondta, elboldogul. Csak az állítólagos amerikai telefonhívás miatt jöttem fel onnan. Ó, Istenem! Stan! 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 Atyaék! Stan! 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 Hol van Stan? Stan! Oh. Oh. Stan! Ott! Stan! Ó, Stan! Minden rendben! Csak a hang felé ütöttem, csak a hang felé. Csak ezt tehettem, addig, amíg mozgott. Meghalt. Mondják, megöltem? Nem, de majdnem. Hála Istennek! Meg akartam. Már 10 éve csak ezt akarom. De örülök, hogy nem tettem. Vége van, Stan. Kérlek, ne menj el. Maradj mindig velem. Mindig. A szinkront a Synchron Systems készítette.